Új év első napján hivatalosan is elindul a Budapest 2019 Európa Sport Fővárosa egész éves programsorozat. Ennek célja, hogy jövőre egyetlen nap se teljen sportolás nélkül, az esemény sorozatot egy városligeti műjégpályás korcsolyázással indítják el a szervezők, és hogy mire lehet még számítani, erről kérdezzük Szalai Bobrovnicki Alexandrát, humán főpolgármester helyettest. Jó reggelt! Jó reggelt! Most akkor beszéljünk a programokról, hogy mi mindennel várják akkor a elsősorban fővárosiakat. Igen, január 1-ével nyitunk, tehát nem tétlenkedtünk sokat igazából ennek a címnek az elnyerése után. Ez egy délutáni, estébe átnyúló, délután 2-től 9-ig tartó program a műjégen, ahol a hagyományos dolgok mellett, mint amilyen a korcsolyázás és a forradborozás persze, ki lehet próbálni olyan egyéb sportokat, téli sportokat, amikre egyébként nincs mód a műjégen, mint a curling, vagy a jéghoki, vagy éppen a bendizés, de lesznek nyereményjátékok és ügyességi vetélkedők az egész családnak, és persze különösen a legkisebbeknek, de ott lesz velünk Tóth Vera és Olá Gergő, akik pedig énekelni fognak, és ezen a napon nagyon kedvezményes belépőjekkel lehet látogatni a műjégpályát, hiszen fél, illetve harmadáron vannak a jegyünk, éppen azért, hogy minél több ember ellát. Sőt, lesz egy fogadalomfal, hiszen ha január 1-e és új év, akkor azt reméltük, hogy egy kicsit a sportos fogadalmak felé, vagy az egészségtudatos fogadalmak felé tudjuk a budapestieket terelni, hiszen ennek az egész előttünk álló jövő évnek az a célja, hogy minél több budapestit a mozgásra ösztönözzünk, és lehetőséget is teremtsünk neki az egész éves programokon keresztül erre. Egyébként azt lehet tudni, hogy mennyire sportosak a fővárosiak? Ha az ország többi részéhez képest nézzük, akkor sportosabbak, hogy mondjam, világ kitekintéssel, európai kitekintéssel azért még lenne hova fejlődnünk. Tehát szeretjük a sportot, nézzük, szurkolunk, de amikor arról van szó, hogy csinálni kell, akkor már annyira nem jeleskedünk benne, igen. Erről is szól ez előttünk álló jövő év, hogy kifejezetten a hétköznapi embereket a szabadidősport irányába tereljük el. Tehát nem kell ahhoz olimpikonnak lenni, nem kell ahhoz élsportolónak lenni, hogy valaki egy 20 perces tempósabb sétát mondjuk megtegyen délutánonként. Hogyan lehet megszólítani a fővárosiakat igazából, hogy tegyenek is valamit? Nehéz, csak a fogadalom legyen. Nehéz dolgunk van, mert nagyon sok esemény van Budapesten, és emiatt tényleg valami pluszt, valami érdekeset, valami extrát kell ahhoz kínálnunk a budapestieknek, hogy részt vegyenek ezeken a programokon, és azt is megfigyeltük, hogy érdemes kivinni Budapestre ezeket a programokat, ezért nagyon sok szabadidős eseményünk lesz. Például lesz egy egésznapos jogánk majd nyáron, ahol mondjuk napfelkeltétől egészen naplementéig lehet jogázni. Ezek azok a kis plusz apróságok, amik talán adnak hozzá egy olyan elemet, amiért tényleg egy átlag Budapest is megmozdul és eljön, de említhetném a Nordic Walking napot, amit majd a Normafánál fogunk tartani, vagy azt a szenior életmódváltó napot majd februárban, amivel kifejezetten az idősebb korosztály mozgással kapcsolatos kérdésére szeretnénk válaszokat adni. Lesz például ilyen, számomra ez különösen érdekes, esés oktatás, nem is gondolja az ember, hogy milyen fontos, hogyan kell jól esni. Hogy abból ne legyen komoly törés, zúzódás. Ezt, birkozó koromból emlékszem még erre, igen. Hogy kell esni. Igen, én is ezen gondolkodtam, amikor olvastam a programokat, hogy alapvetően sportolási lehetőség fővárosban, Budapesten rengeteg van, és valóban a szabadidős sportokat tekintve, és nem csak azok, akik ugye versenyszerűen sportolnak, hogy hogyan lehet igazán láthatóvá tenni ezt a bizonyos programsorozatot. Igyekszünk tényleg kivinni a közterekre ezeket a programokat, de persze olyan helyekre visszük őket, ahol mondjuk nem korlátoz forgalmat, mert ez mindig egy város életében azért egy nehéz kérdés. Illetve szerintem sokaknál ott is kezdődik a probléma, hogy nem tudják, hogy kezdjék el. Tehát aki nem mozog, nagyon régen abba hagyta, nem tud igazából hol visszakapcsolódni, és ha mondjuk beírja a Google-ba, hogy jó diéta, hogy kell futni, stb. Egyáltalán nem biztos, hogy az ő alkatának, edzettségének, állapotának megfelelő tanácsokat kap. Ezért a Testnevelési Egyetemmel, aki a szakmai partnerünk ebben a programsorozatban, például szabadtéri kondiparkokban, edzőpályákon tavasszal és ősszel két-két hónapig tartunk olyan edzéstanácsadásokat, meg életmód tanácsadásokat, ahol személyre szabottan, ráadásul
szakemberek tudnak ebben segíteni eligazodni a budapestieknek. Lehet, hogy valaki még nem is kezd el rögtön sportolni, de olyan információkat kap, amivel mondjuk, ha tavasszal elraktározza, akkor lehet, hogy ősszel kedves szottyan elkezdeni. És kedvet kapnak, az így van. A legfontosabb. Igen, ez nagyon fontos, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé. Tehát, hogyha valaki soha életében nem futott egy métert sem, akkor mondjuk... Nem kell egy fél maratonnal. Így van, tehát tényleg olyanok a programjaink is, hogy ilyen például ez a családi sportnap, ami majd májusban lesz, ahol kifejezetten arra fókuszálunk, hogy öröm legyen a mozgás együtt, több generáció együtt tudjon mozogni, egy nagypapa egy unokával. Nyilván az nem lesz egy erőltetett menet, az nem lesz egy fél maraton, de én azt hiszem, hogy a sportnak a közösségi, illetve az összetartó, összekovácsoló ereje, az legalább annyira fontos, mint maga a sportértékelés. Nekünk budapestieknek fontos, hogy kapunk egy ilyen lehetőséget azoknak a turistáknak, akik Budapestre érkeznek, hogy akár belföldről. Abszolút fontos, és ráadásul turisztikai szempontból is a sportesemények külön jelentőséggel bírnak. Tehát például a futóturisták, egy 2-3 évvel ezelőtt készült erről egy komoly felmérés, hogy hány napot vannak itt, hányad magukkal jönnek, mennyit pénzt költenek. Komoly bevételi forrás a főváros. Többszöröse. Egy átlag turistának a többszörösét hagyja itt, költi el, tölti itt egy olyan turista, aki mondjuk például egy maratonra látogat el Budapestre. Úgyhogy számunkra ez a szektor turisztikai szempontból is nagyon fontos. Akkor még egy picit a programokról, ugye azt már említett, hogy ez a bizonyos korcsolyázás, ez nagyon csökkentett árral, de fizetős, igen. Ugyanakkor, hogyha jól tudom, a többi program az ingyenes? Így van. Az összes többi program, amit direkt erre a 2019-es évre szervezünk, azok mind ingyenesek lesznek. A Fővárosi Önkormányzat finanszírozza ezt az egész előttünk álló évet. Éppen azért, mert nem szeretnénk azzal gátat szabni senki kedvének, sportolási kedvének, hogy a pénztárcája esetleg nem engedi meg. Hát persze az év során arra is lesz azért lehetőség, hogy pont ahhoz kapjanak tanácsokat, hogy mik azok a mozgásformák, amihez tényleg igazából nem kell anyagi ráfordítás különösebben, mert nincs helyhez kötve és nincsen eszközhöz kötve. Nagyon szépen köszönjük, akkor a legfontosabb, hogy találkozunk az új év első napján. Így van. Január 1-én délután 2-től 9-ig várunk mindenkit a Városligeti Budapestiek pályán. Sportra fel, és így. Szolgáljunk rá, hogy Budapest lesz Európa sportfővárosa. Köszönjük szépen. Köszönöm.